A túri Szentmárton ünnepe előtt egy nappal egy tartalmas és kellemes délután töltöttek együtt a borünnep résztvevői. A program nyitásaként a Dombovár szőlőhegyen a több mint 100 éve felállított, környezetében megújult gyurkókeresztet áldotta meg dr. Hegedűs János katolikus plébános. A helyszínen Szabó Lóránt polgármester mesélt arról a keresztről, amelyre a naturparki értékek feltárásakor figyeltek fel. Egy dombovári családnak az őse állítatta, akkor, amikor visszatért az első világháborúból, az orosz hadifogságból, és a sorsának a szerencsés alakulása miatt Istennek köszönve a lehetőséget felállított egy keresztet. Azóta ezt a keresztet szabadulási és a családnév után Gyurkó keresztnek ismerik a helyiek. A program folytatásaként a Szent Alna kápolnában szintén dr. Hegedűs János katolikus plébános áldotta meg a szőlős gazdák borait, amiket szép számmal hoztak el a borászok. Ha a történelmi múltba tekintünk, akkor az egyház élete nagyon szorosan összefonódott a régi, jobbára paraszti, mezőgazdasági munkát végző társadalom emberi közösség életével. És Túri Szentmárton püspöke volt november, püspök ünnepe volt novemberben az az ünnep, amelyhez kötődött a gazdasági életben történő váltás, és többek között ehhez kezdett el kapcsolódni az új bor megáldásának, megszentelésének a szép hagyománya, amit most itt felelevenítettünk a szőlőhegyi kápolnánál. Az áldás után pedig a Szent Anna kápolna forrása mellett felállított sátorban kóstolhatták meg a rendezvény résztvevői az új bort és a naturparki termékeket. Így a Túri Szentmárton nevéhez fűződő programot idén más formában szervezték meg, hiszen az őszi fesztiválhoz kapcsolódóan már tartottak egy nagyobb borünnepet Dombóvár belvárosában. Ez most egy sokkal meghittebb, tényleg a bornak, az új bornak a beavatásáról, felavatásáról, áldásáról van szó, és ezzel is azért szeretnénk azt propagálni, terjeszteni, hogy ezek a nagyon értékes szőlőhegyi gyümölcsösök, szőlők ne menjenek veszendőben, hiszen ma, hogyha végigmegyünk a területen, nagyon sok helyütt romos ingatlanokat látunk, látjuk azt, hogy nem művelik a szőlőket, hiszen azért a szőlő megkéri az árát, tehát azt elhanyagolni nem lehet. Szabó Lóránt polgármester elmondta, hogy ez egy nagyon értékes része a településünknek, ezért kár lenne, ha pár évtized múlva csak elhagyott présházakat találnánk a környéken. Ezért is propagálják az ehhez hasonló rendezvényeket, hogy a hagyományok ne menjenek veszendőbe. A mártonnapi kóstolás hangulatát Kovács István és tambura zenekara tette még hangulatosabbá.